A méhészek idén nehéz évkezdetre számíthatnak. A tavaly nyári napraforgó virágzás idején jelentős elhullások voltak, ezáltal a méhcsaládok nem zárták az őszt telelésre alkalmas állapotban. Ennek következtében a méhészek gyengébb családokkal indítják az évet. A jelenlegi kedvezőtlen időjárás miatt a méhcsaládok nem kapják meg a szükséges ásványi anyagokat. Túl biztató dolgokra nem merünk álmodni, bízunk benne, hogy az időjárás egy kicsit változni fog, akár a csapadékosság, hirtelen jött meleg, ugyanúgy nem tett jót se a mély családnak, meg se a természetnek. Hát reméljük, hogy ez realizálódik, és azért valamilyen szinten fel tudjuk készíteni a családjainkat a tavaszi mélylegelőkre. Március elején szokták megvizsgálni a méhészek az áttelelő mély családok állapotát. A téli veszteség mértékét már fel tudják mérni, ami idén megközelítőleg 20%-os, tette hozzá Hok József. A termelő családok végleges száma még később fog kiderülni, az addigi időjárástól függően. Most az elsődleges feladat az épségben áttelelt méheket megfelelő állapotba hozni. A családjainkat már megkezdtük felkészíteni a főhordásra. Itt azért az első virágportadó növények, az a gyümölcsfák, vagy akkor beszélhetnénk itt a tyúkúról, az árvacsalánról, a fűzfélékről, ezeknek a virágzását várjuk, és ezek elősegítésére már a családjainkat dolgozunk, serkenteni próbáljuk, megfelelő hőmérséklet kialakítására, páratartalomra gondolunk, megkönnyítsük a munkájukat akár belső vizes itatókkal, vagy valamilyen szintű cukros szirup serkentéssel. De ez a gyümölcsvirágzással indul meg igazából, amikor már esetleg, hogyha a családok fejlettség olyan állapotban van, akár már elvertő méhezet is adhat. A méhcsaládok fejlettsége határozza meg, hogy szükséges-e az adott méhcsalád növelése. Ez általában májusban derül ki, az akácvirágzás után. A szakember úgy látja, hogy jelenleg nem cél a méhcsaládok bővítése, mert a megye mélylegelő területe már nem bír el több méhcsaládot. A témával bővebben a hétfő esti 35 perc című műsorunkban foglalkozunk.